Folytassuk tehát onnan, hogy milyen lélektani tartalmakat fedezhetünk fel a neptunuszi, illetve halak analógia hátterében. Abban hiszek, hogy azért foglalkozunk asztrológiával és szellemi tartalmakkal, mert segítségünkre van abban, hogy felismerjük mind az egyéni és a kollektív sorshelyzetek aktualitását. Számomra mindenképpen és tanítványaimmal való együttműködésben is azt tapasztalom, hogy ez a fajta önismereti asztrológia mindannyiunkat segít az egyéni életünkben beazonosítani, hogy aktuálisan miért azokkal a témákkal, tartalmakkal, élethelyzetekkel kapcsolódunk, és így sokkal könnyebb úgymond megküzdeni még a nehezebb sorshelyzetekkel, és ennek nyilván van egy másik oldala is, sokkal könnyebb élni azokkal a pozitív lehetőségekkel, amelyekkel egyénileg találkozunk az életünkben. Ebben a szellemibb, spirituális, tágabb nézőpontú megközelítésben evidens, hogy semmi sem történik úgymond véletlenül a világban. És ugye ez igaz számomra mindenképpen az egyén életében, ugyanúgy, mint egy társadalmak, vagy akár globális folyamatokban. Ha ismerjük az asztrológiát, az asztrológia látásmódját és eszközét jól tudjuk használni a mindennapokban, akkor egyértelműen a fizikai világban be tudjuk azonosítani azokat a tartalmakat, amelyek egy aktuális időminőségben jelen vannak. Legyen az egy világjárvány, legyen az egy kollektív gazdasági válság időszaka, és legyen az egy új típusú szellemi, spirituális fejlődést magában hordozó lehetőség, ami előtt áll aktuálisan az emberiség. Mi a kollégáimmal mindenképpen igyekszünk ezt a célt szolgálni, hogy eljutassuk azok számára ezt a csodálatos eszközt a hétköznapokban, akik szeretnének aktívabban részesei lenni a saját életük irányításának. Tehát tudjuk, hogy nem történik semmi véletlenül, és hogy minden mögött valamilyen tanító, változást kimunkáló sorspedagógia működik, akár az egyéni, akár a kollektív életet nézzük. És azt is tudom, ahogyan dolgozom pszichodráma vezetőként, illetve család párterapeutaként, hogy az egyén és a társadalom is ebből kifolyólag mindig a saját érettsége és képessége alapján reagál az átélt helyzetekre. Azokra a folyamatokra, amelyek kisebb vagy nagyobb léptékben, de változásra kényszerítenek bennünket. És azt tapasztalom, hogy ugyanúgy működnek a lélektani folyamatok kicsiben, tehát az egyéni életben, mint ahogyan a társadalmak életében is. Az a fajta lélektani dinamika, amelyet legintenzívebben a halak, illetve maradjunk a planétánál, a neptunuszi tartalmakhoz kapcsolhatunk, azt dráma háromszögként ismerhetjük. Lehet, hogy már hallottál róla, ha nem, akkor megmutatom neked, hogy milyen dinamika működik ebben a háromszögben. Belső lelki folyamatokról van szó. Ez nagyon fontos, hogy amikor tetten érjük, mert tetten érhetjük a saját személyes életünkben is, időről időre, azt, hogy belekeveredünk egy úgynevezett dráma háromszögbe, akkor ez nagyon fontos tudni, hogy emögött mindig öntudatlan mozgatórugók vannak. Tehát olyan lelki tartalmak miatt keveredünk bele egy ilyen kapcsolatrendszerbe, problémás, megbetegítő, vagy tartósan problémás helyzetet fenntartó dinamikába, mert mögötte nehézségeink, lelki átdolgozatlanságaink vannak, tehát olyan, ami mondhatom így a tudat számára, addig árnyékban van. Ezek mozgatnak és visznek bele bennünket egyénileg az úgynevezett dráma háromszögekbe. Ha már háromszög, akkor ugye három személyt látsz, a grafika is ezt igyekszik számodra mindenképpen megmutatni. Három szereplős a történet. A három szereplőt most nevezzük áldozatnak, megmentőnek, illetve tettesnek. Az áldozat szerepnek a lényege, hogy aki ebben van benne, az vétlennek érzi magát az aktuális élményben. Tehát ez az én nem tehetek róla, én mindent megtettem, rajtam kívülálló okok vezettek oda, hogy én most lám, ilyen nehéz helyzetben vagyok. Tehát az áldozat
egy vétlenséget él meg egy adott szituációban, és hogyha én nem tehetek róla, akkor nyilván, ha egy nehéz helyzetben vagyok, akkor kell, hogy legyen valaki, aki tehet róla. Így az áldozat automatikusan keres úgymond egy külső bűnbakot, illetve külső megoldásra törekvés jelenik meg. Ez egyben az áldozat oldaláról hoz egy passzivitást, mert ha én vétlen vagyok, akkor én hogy tudnék tenni bármit is, és ez a fajta passzivitás meghívja a megmentőt, hogy valaki majd csak megoldja, majd csak tesz valamit, és a megmentőhöz való alkalmazkodás is megjelenik. Ezzel együtt ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig, amikor bármilyen életszituációban tartósan áldozatnak érezzük magunkat, az egy megrekedt szituációt hoz létre, és egyben a saját mindannyiunk életében jelenlévő erőforrásoktól is önmagában az ebbe a szerepbe való bemerevedés elválaszt. Tehát, ha én tehetetlen vagyok, mert nem tehetek róla, milyen szépen mondja a magyar nyelv, hát ha nem tehetek róla, tehetetlen vagyok egy helyzetben, nem férek hozzá olyan erőkhöz sem, amelyek egyébként hozzám tartoznak. Így egy passzív erőforrásoktól elvágott állapotban érzem magam, és ha el vagyok vágva az erőforrásoktól, akkor erőtlenség lesz rajtam úrrá, és egyre inkább fáradékonnyá fogok válni, és megfásulok. Tehát bármilyen emberi kapcsolatban, ha valaki tartósan egy áldozat szerepben megreked, ezeket az érzéseket átéli. Ebben a dráma háromszögben mindig van valaki, aki vevő az áldozatra, meg akarja menteni őt abból a nehéz beragadt helyzetből, amiben van. A megmentő szerepnek megvan az a mondjuk így pozitív nyeresége, hogy azon keresztül, hogy én segítek az áldozatnak, ha én a megmentő vagyok, akkor önmagam előtt, vagy akár a társadalom előtt is egy pozitív szerepbe kerülök, és ez egy pozitív értelmű önmegerősítést tud adni. Lám-lám, jó vagyok. Ugyanakkor ezt a megmentő szerepet akkor tudja az egyén fenntartani, bármilyen furcsa is, hogyha van kit megmenteni. Tehát a megmentőnek szüksége van áldozatra, ahogy az áldozatnak szüksége van megmentőre. Ez azt gondolom, hogy világos, ugye? Tehát nem lehetünk áldott jó segítők, hogyha nincsen kin segíteni. Tehát a megmentőknek mindig szükségük van olyanokra, akik áldozat szerepben vannak. Ugyanakkor a megmentő szerep lélektanilag ad egy kontroll szerepet is, mert én majd megmentelek, én tudom, hogy hogy kell csinálni, te tehetetlen vagy, nem tudod, ezért hallgass rám, és ebből fakad az, hogy engedelmességet vár a megmentő az áldozattól. És itt jön be a képbe az úgymond kiváltó ok, ugye, ha megnézed az áldozatot és a megmentőt, akkor ő lesz az, akit tettesnek nevezhetünk. Ugye ez nagyon fontos tudni, hogy ez a dráma háromszög, ez nem csak három ember között jöhet létre, hanem két személy és egy harmadik valamilyen akár objektív dolog, kézzelfogható vagy esetleg nem is kézzelfogható tartalom között. A lényeg, hogy a tettes, amit lélektanilag akár üldöző szerepként is leírhatunk, ő lesz az ok, ami miatt az áldozat áldozatnak érzi magát, és akitől, vagy ami miatt a megmentő akcióba lendül. A meséknek egy nagyon klassz visszatérő motívuma, ugye gondoljál a királyfi, a királylány és a sárkány történetére, hogy a gonosz sárkány elrabolja a királylányt, és aki ott várja, lebegtetve a kis keszkendőjét, hogy a királyfi megmentse őt. Most nem mennék a mesének a mélyére, de a lényege, hogy kell a sárkány, tehát a tettes szerep az mindig ezt a egyszemélyű felelős tartalmat hordozza, akire rá lehet nyomni azt, hogy én miért vagyok áldozat, és miért van szükségem megmentésre. És ugye így ő válik úgymond a legyőzendővé, aki ellen össze lehet fogni. Nagyon sok családban működik, nagyon sok kapcsolati dinamikában jelen van ez a dráma háromszög, valamilyen formában, finomabb vagy súlyosabb formájában. Klasszikusan a szülők közötti feszült konfliktusban
megtapasztaljuk, amikor például a gyermek beállít megmentőnek, és a szülők közötti konfliktusban, mint egy mérleg nyelve, hol az egyik oldalra billen, hol a másikra. De a lényege az, hogy ahogyan már erről beszéltem, ez nem egy egészséges dinamika. Miről van szó? Hogy az áldozat, amilyen helyzetbe került, azt gyakorlatilag nem veszi azt a fáradtságot, hogy önreflektív módon feltegye magának a kérdést, hogy hogy is keveredtem én ebbe a helyzetbe, hogy is van az, hogy engem elrabolt a sárkány, hagytam, vagy itt állok, és várom, hogy majd más valaki erőfeszítést tesz, hogy az én nehéz helyzetem egyébként megoldódjon. Könnyebb nekem másokat rávenni arra, hogy megoldják helyettem a dolgokat? Tehát, hogy el lehetne menni ebbe az irányba is. Tehát a lényege az ennek a dráma háromszögnek, hogy ez nem egy egészséges dinamika, és ahogyan az egyének életében láthatjuk, ez a dinamika meg tud jelenni társadalmak életében is. Klasszikus talán, hogyha belegondolsz, ha most végignézed, akár megállítva itt a videót még egyszer, és társadalmi aspektusból nézed végig az áldozat, a megmentő, a tettes szerepét, lehet, hogy nagyon-nagyon sokféle társadalmi jelenségbe felfedezed, ezt meghagyom neked, ennek a dinamikáját, jelenlétét az emberiség életébe. Tehát fontos, hogy a neptuni analógiáknak az ösztönös, nem tudatos, mondhatom így, legalsó szintű megnyilvánulásában ez az úgynevezett dráma háromszög mindig felüti a fejét. Így, hogyha most megnézzük az aktuális járvány helyzetet, akkor látjuk, hogy vannak áldozatok, vannak megmentők, és van a járvány helyzet, ami ki van, vagy maga a vírus, ugye, ami ebben a helyzetben ő a tettes, ami üldöz bennünket, ami fenyegető számunkra. Hát ahogy mondtam, ez nem egy egészséges kapcsolódás, és ahhoz, hogy ez a dinamika fennmaradjon, ez mindig minden szereplőre szükség van. Ez egy ördögi körként újra és újra teremtődik. Mondhatom, minél éretlenebb egy személyiség, vagy minél éretlenebb egy társadalom, annál inkább újra generálódik ez a dráma háromszög, hogy mindig kellenek valakik, akik áldozatok, mindig kellenek, nyilván ne felejtsd el, hogy öntudatlan, tehát nem tudatos folyamatokról beszélek, de hogy megjelennek a társadalomban olyan témák, csoportok, helyzetek, és világviszonylatban gondolkodjál most, ahol ezt a dinamikát el tudjuk fedezni. Most fontos, hogy ez egy nagyon ösztönszintű megnyilvánulása a neptuni analógiáknak, a neptuni halak analógiáknak. Holisztikusan, globálisan, hármasságban gondolkodunk, ez a hármasság ugye a test, lélek, szellem szintje. Ami egy másabb megfogalmazásban mondhatom azt, hogy egy ösztönszint, ugye a fizikai szint, csak a fizikai szint valóságát vagyok képes átlátni, az egy ösztönszintű működésmód. Aztán van egy lelki minőség, és van egy szellemi, kiteljesedettebb nézőpont. Ugye mind a három síkon látni a dolgokat, áttekinteni, és mind a három síkon kezelni, ez nagyon-nagyon fontos. Ezt már Hippokratész is tudta, hogy nem csak test vagyunk, hanem ettől sokkal több, és hogy az, ami ebben a többletben, a testen túli többletben történik, az bizony hatással van a biológiai rendszerünkre. A magasabb aspektusú holisztikus gondolkodásnak az egyik bázisa a Hermes Trismegistus-i gondolat, hogy ami bent van, az analóg azzal, ami kint van, tehát ami lent van, az minden esetben analóg azzal, ami fent van, úgymond, illetve ami belül van, az megjelenik kívül is. Na most, amelyek leképeződnek egy
feszült és szorongó helyzetben, ahol átéljük ezt a dráma háromszöget, hogy van, ami úgymond veszélyt jelent ránk, várjuk, hogy jöjjön a megmentő, ki miben gondolkodik ebben a megmentő tekintetében, illetve bizonyos szituációban átéljük azt, hogy áldozatai vagyunk mindannyian ennek a járványhelyzetnek, ez természetszerűleg elerősíti mindannyiunkban a szorongást. Nincs szorongásmentes élet amúgy sem, és mindannyian természetesen szorongunk. A szorongás mértéke az, és az, ahogy kezelni tudjuk a saját szorongásainkat, ebben vagyunk más és mások. Na most a szellemi megközelítésben, de nem kell szellemi magasságig emelkednünk, már a lélektan, a pszichológia is azt mondja, hogy leképeződnek a fizikai valóságban, kézzelfoghatóvá válnak olyan folyamatok, amelyek a mi belső rejtett, azaz tudattalan dimenzióinkban működnek. Na most, ha tartósan, különböző csoportokban, társadalmakban és országokban tartóssá válik a fenyegetettség élmény, ez egy lélektani alapállapottá válik, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a valamilyen módon, ez a fenyegetettség a ellenségkép fizikai formában is leképeződik és megnyilvánul. Szellemi úton azt mondjuk, hogy a félelem megteremti a félelme tárgyát, és az, amiben mindannyian benne vagyunk, bizony nagyon-nagyon intenzíven tesztelődik a sors által az úgynevezett ős bizalom. A dráma háromszögben mozogva, ami csak egy fizikai szintű elmozdulást jelent, hogy hol áldozatnak érzem magam, hol esetleg én vagyok, aki próbálok segíteni, támogatni, gyógyítani, kvázi a megmentő szereppel azonosulni, de az is lehet, hogy valaki azt érzi, hogy ő belőle bűnbakot csinál a környezete, mert ő esetleg másképp gondolkodik, tesz, vagy reagál bizonyos szituációkra, mint a többség. Tehát a három szereplő összetartozik, ahogy mondtam, ez egy szerves, dinamikusan egymást feltételező kapcsolatrendszer a dráma háromszögbe, és ördögi körként újra és újra jelen van, és ez a legintenzívebben szorongást generáló tényező, mind egyénileg, mind társadalmilag. És ugye, ha szorongunk, akkor nem vagyunk biztonságban, nem érzünk stabilitást, és bizony mindannyiunk életében öntudatlanul, de ezt tudatossá tehetjük, és te, aki most nézed ezt a videót, azt gondolom, hogy ezek közé tartozol, mert itt van a lehetőség, hogy mélyebbre menj és gondolkodjál a saját történeteden, hogy hogy is állsz az ős bizalommal. Az ős bizalom az egy olyan többlet, egy olyan erőforrást jelent, akinél van és kiépül, hogy bármi történik a világban, nyilván jöhetnek különböző áramlatok, amelyek ugyanúgy mindenkire hatásra vannak és bemozgatnak, de olyan, mint egy nagyon mély, stabil, erős horgony. Mozgok az áramlatokkal, de nem sodor el. Na most, akiknél hiányzik a bizalom, ami nagyon mélyen a saját szüleinkhez fűződő kapcsolatban gyökerezik egyébként lélektanilag, az ezekben az időszakokban még intenzívebben átélheti, még nagyobb mumussá nőhet, ahogy itt a képen is látszik a belső szorongás. Tehát ez azt jelenti, hogy a külső fenyegetettséget vannak, akik hatványozottan erőteljesebben élnek meg. És nem azért, mert így szeretnék, hanem mert így tudnak működni, tehát ahogy mondtam, az aktuális időszak, az aktuális tartalmak egyfajta tesztet is mutatnak, megnézhetjük, hogy hogy is állunk az ősbizalommal. Tehát a járványok a sorspedagógia eszköztáraként számomra mindenféleképpen hordozzák ugye a neptunuszi, illetve ezt a halak analógiát, ami együtt jár a szorongással. Ha szorongunk, az azt jelenti, hogy van valami olyan téma, ami miatt fenyegetve érezzük magunkat. És ha fenyegetve érezzük magunkat, akkor berendezkedünk egy védekezéssel lélektanilag, és ugye ez a lélektani védekezés, a bezárkózás egyben megteremti ennek a dráma háromszögnek az alapját, ahogy erről már beszéltem.
Fontos, hogy biológiailag is létrejönnek olyan változások a lélektani stressz miatt, vagy beindítja a szervezetünkben a stressz hormonoknak a termelését extra módon, ami egy ideig nagyon intenzíven működik, aztán egy idő után pontosan átcsap az ellentétes végletébe, elkezdenek ezek a hormonok alulműködni, ez ami már az egyén megfásult, vagy egy nagyon mély dermet, depresszióba süllyedt állapotba kerülhet. Amikor a stressz hormon túlteng a szervezetünkbe, az a biológiai homeosztázisunkat, az egészséges biológiai működésünk ellen hat, ha hosszú ideig tartósan meg vagyunk terhelve stresszel. Tehát normális, hogy a stresszt, a szorongást szeretnénk oldani. Ugye a legfontosabb támogató energiát általában a számunkra fontos kapcsolatokból meríthetjük, és amikor van egy neptuni analógia, nem tudom, hogy mi van kint, ugye ködben tapogatózok, nem tudom azt sem, hogy mi van a másik emberben, mire számíthatok, ha vele kapcsolatba kerülök, tehát ez szorongás generál bennünk akár a saját családtagokkal való együttműködéssel kapcsolatban, ugye beindul az elszeparálódás, ugye ez alapjaiban megrendíti a biztonság élményünket, és ez bizony elvezet különböző depresszívebb állapotokig. És mindenkinél normális, hogy a saját lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk oldani a szorongást. Ez is a neptuni analógiákhoz kapcsolódik. Fizikai szinten a szorongás oldás úgymond a helyzetből valamilyen módon való kimenekülés. Ennek egy klasszikus eszköze, és statisztikákat is lehet már látni erről, hogy az alkoholfogyasztás bizony drasztikusan megugrott a járványhelyzet óta, hazánkban is, de máshol is, más területeken is. Tehát a fizikai szintű menekülést ugye a rövidebb ideig egy kicsit ki tudok kapcsolni, el tudok lazulni a különböző lazítószerek, így a gyógyszerfogyasztás, a nyugtatók hatása, vagy a nyugtatók szedése, az alkohol, illetve akár az egyéb tudatmódosítók, drogoknak a használata is ide kapcsolódik. Vannak, akik munkába és tevékenységbe menekülnek, hogy ne kelljen a saját fizikai és lélektani szorongásos állapotukkal szembesülni, és vannak, akik a munkát és a tevékenységet tolják túl, az is ugyanúgy lehet a menekülésnek egyfajta formája. A lelki szintű megoldási mintázatot konformizmusként ismerjük, ez nem más, mint hasonuljunk a többséghez. Ugye csináljuk ugyanúgy, várjuk el ugyanazt a többiektől, vagy ugyanazt akarom csinálni, amit a többség, tehát alávetem magam azoknak a szabályoknak, működési elveknek, hogy oda tartozónak érezzem magam. Mert egyébként nagyon nehéz, ha valaki felvesz egy kívülálló szerepet bármilyen tartalommal kapcsolatban, pontosan az odatartozás élményéből fakadó biztonságot veszíti el. És ha hiányzik az ősbizalom, azok az emberek, akik tele vannak önbizalom problémával, és bizalom problémával úgy ámblok az élettel kapcsolatban, ez nagyon gyakran a másokkal való bizalmatlanságban érhető tetten egyébként, ők leginkább ilyen módon próbálnak megnyugtató helyzeteket teremteni, hogy hasonulnak, alkalmazkodnak, idomulnak az aktualitáshoz. Kinél, milyen társadalomban, mi az aktualitás, az nagyon sokszínű. A neptuni szellemi analógiában a legmagasabb megnyilvánulása, ami a szorongásunk a természetes, még egyszer hangsúlyozom, hogy mindannyiunk életében természetesen ott van, egy ilyen nehéz időminőségben a szorongás, ami a legmagasabb szintű eszköze lehet, neptuni eszköze a szorongásoldásnak, az a magasabb szintű értelemkeresés és értelemadás. Ez miről is szól? Igazából arról, hogy megtaláljam annak az értelmét, hogy mivé válok, mivé alakulok az adott külső sorskényszer hatása alatt. Jelenleg azt lehet mondani, van egy olyan sajnálatos tendencia, hogy így fogalmazom, hogy az élet elkezdett egydimenziósá redukálódni. Tehát
mintha a kollektív valóságba elveszítenénk az arról való tudás, hogy nem csak egy fizikai minőség létezik az ember életben, hanem van egy lelki, és van egy szellemi aspektusa is. Tehát az egy dimenzió az a fizikai, materiális szintre redukált életet jelenti, itt most számomra ebben a megközelítésben, amiből hiányzik a lelki és a szellemi látásmód. Olyan, mintha a mai élő emberiség valamilyen módon a materializmusnak, a materialista világnézetnek a fogjává vált volna. Ezt látjuk a járványkezelésbe, hogy materialista tudomány és orvoslás mentén kezeljük alapvetően, vagy próbáljuk kezelni a járványhelyzetet, és millió-millió szám és statisztikák sokassága vesz körbe bennünket. A fókusz szinte kizárólagosan a testi, fizikai higiénián van. És ha visszanyúlok Hippokratészhez, ugye a lelki higiénia, a magasabb testjeinknek úgymond az egészségi állapota, erről szinte nem is hallunk hírt, hogy mennyire fontos a lelki egyensúly, a lelki higiéniánknak, milyen eszközei vannak az, hogy lehet ápolni, pedig egyértelműen a mai kutatások is bebizonyítják, hogy mondhatom, a lelki biológiai alapállapotunk egyértelműen visszahat, szerves kapcsolatban van azzal, hogy hogy működik az immunrendszerünk. Tehát, hogy kívül hiába teszünk meg bármit, hogy egy kórokozót távol tartsunk, hogyha a belső homeosztázisom nincs olyan egészségi állapotban, nem képes megfelelő immunitást mutatni. És mégis ezzel a tudással rendelkezünk, és azt látom, mintha kizárólagosan minden a materialista tudomány felfedezésein, eszközein, és a fizikailag megtehető, úgymond óvintézkedéseknek a sokasságával találkozunk, és szinte a magasabb lelki, vagy adott helyzetben a szellemi higiénia szóba se kerül. Hiányzik számomra az a szellemi távlat ebben, amiről beszéltem az elején, hogy az asztrológia bizony adja ezt a szellemi távlatot mindannyiunknak, hogy érthetővé teszi, hogy egy bizonyos tartalommal miért most és miért ilyen formában találkoztunk. Úgyhogy azt gondolom, kollektíven is fontos lenne feltenni ezt a kérdést, hogy vajon mit üzen a járványhelyzet nekünk. Ugye a szellemi dimenziótól megfosztott életből hiányzik az életbe vetett hit és az értelemadás. Mi tudjuk jól, pszichológiai irányzatok is épültek már arra, hogy a túlélésnek a nagyon fontos eszköze, hogy értelmet, magasabb aspektusú értelmet tudjunk adni az életnek. Erről szól Viktor Frankl könyve, koncentrációs tábor túlélőként hozta létre a logopszichológiát, az és mégis mondj igent az életre, vagy nem olyan régen pár éve megjelent a magyar származású Edith Egernek a Döntés című könyve. Ajánlom figyelmedbe. A legnehezebb helyzetekből azok tudtak kijönni, azok tudtak túlélni, akik megpróbáltak egy magasabb szintű értelmet találni, túlmutatva a realitáson az aktuális helyzetbe. Tehát úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lenne számunkra, akik legalább tudunk arról, hogy létezik lelki és szellemi dimenzió is, hogy kezdjünk el ebben a szintben is működni, ezen a szinten is gondolkodni. Ahogy mondtam már, amikor dolgozom, akár pszichodráma csoportban, akár család párterápiás helyzetben, kliensekkel, ott nyilván természetesen előfordulnak olyan helyzetek, ahol betegségtünetek is megjelennek. Kizárólagosan azt lehet mondani, hogy mindig minden fizikai tünet hátterében felbukkan idővel valamilyen átdolgozásra váró pszichés tartalom, ami az egyén személyes, nem tudatos megrekedtségéről szól. Most ha párhuzamba állítjuk azt, hogy ami az egyénre nézve igaz, akár lélektanilag is az kollektív társadalmak vagy emberiség szinten is működik, akkor azt lehet mondani, hogy ez is egy fizikai tünet, egy nagyon erős fizikai tünettel találkozik az emberiség minden olyan helyzetben, amikor egy járványhelyzet felüti a fejét. Kérdés, hogy milyen
átdolgozásra váró pszichés tartalmak és megrekedtség van a háttérben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne ezzel is foglalkoznunk. Ahogy tudjuk, hogy az egyéni betegség a tünetével jelzi számunkra a kívánatos fejlődési irányt, itt most nagyon-nagyon leredukálva a teljességigénye nélkül ez számomra kihagyhatatlan volt. Ugye, hogy elsődlegesen a leginkább veszélyeztetett tünet a jelenlegi járványban, amikor tüdőszövődmény alakul ki. Ha ránézel a tüdő és a fa ábrázolására, ahogy kinéznek, nem lehet nem észrevenni, ahogy egymást tükrözik, ahogyan valójában a fák állítják elő számunkra, tisztítják ugye a levegőt meg, és adják nekünk az oxigént, amit a tüdőnk vesz fel. Tehát, hogy nagyon-nagyon össze van kapcsolva az ember, a ma élő biológiai ember légzése, a fák és a növényzet működésmódjával. Ahhoz, hogy egészek legyünk, egészségesek legyünk, kell a tiszta levegő, és hát fák nélkül nem leszünk egészségesek. Ez már nyilván nem csak most a Covid járvány idején, hanem már mondhatom, hogy világ járvány méretű statisztikákról olvashatunk a légúti megbetegedések számában, legyenek ezek allergiák, különböző asztmatikus problémák, a nyugati civilizált társadalmakban is ugyanúgy probléma ez, mint más jellegű társadalmakban. Tehát a teljességigénye nélkül nem fogok mindenféle tünettel foglalkozni, de azt gondolom, hogy nagyon érdemes összekapcsolni, globálisan, holisztikusan nézni, mivel az élet mindig is egy komplex hálózati rendszerben működik, akár biológiailag nézzük, akár lélektani értelemben nézzük, ez és szellemi aspektusában is együvé tartozunk, össze vagyunk kapcsolva, komplex rendszerként működünk. Hoztam még egy érdekességet, ami a koronavírus, az aktuális vírushelyzet elnevezéséről szól. Ugye, lehet, hogy nem tetted még fel magadnak a kérdést, hogy vajon miért kapta ez a vírus a korona elnevezést, illetve hát mindenhol látjuk, most én direkt nem is ezt a képi ábrázolását hoztam ide, mert mindenhol már ott van, ugye a különböző fertőtlenítőszereken is, a kis pici kör, amin ugye kis csúcsok vannak rajta. Nyilván a vírust felfedező, vagy megnevező tudósok adták neki a koronavírust, ugye a COVID-ban, a COVID-19-ben az elnevezésben a CO kezdő két betű erre a koronára utal. Nyilván magyarul van értelme is a koronának, más nyelveken is egyébként, de ha megnézzük, hogy konkrétan honnan ered az elnevezés, akkor gyakorlatilag a nap és más éltető napok, tehát más csillagok ritka gázszerű burkát nevezzük koronának, vagy nevezték el a tudósok koronának. A Földről ezt a jelenséget egyébként teljes napfogyatkozáskor figyelhetjük meg, ezért raktam be most ide egy ilyen képet, ami egy teljes napfogyatkozás időpontjában készült. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a fényes napkorong olyan, mint a feketévé változott volna, de nyilván nem a napunk változott feketévé, hanem elé haladt, égi útja során olyan pozíciót vesz fel a hold, hogy beáll a földi megfigyelőpont és a nap közé, és majdnem tökéletesen ki is takarja. Tehát a napkorongot feketének látjuk, de valójában a hold az, ami eltakarja előlünk, és mit látunk innen a földi nézőpontból? A holdnak a sötét oldalát. Ha asztrológiai analógiákban gondolkodunk, a nap az a tudatosságot szimbolizálja. Míg a hold a lelkünk, a lelki világunk, sőt a lelki világunknak a bugyrait, a mélyét is szimbolizálja az úgynevezett árnyékos területet. Érdekes, hogy egy aktuális vírus egy olyan jelenségről kapta a nevét, amit ha analógiásan átültetünk az asztrológia nyelvére, innen a Földről nézve azt látjuk, hogy a lelkiség árnyéka, mert a holdnak is a sötét oldalát látjuk, nem látjuk a világos oldalát, mert az a nap felé néz, tehát a lelkiségnek szimbolizáló planéta hátulját, sötét oldalát látjuk, tehát a lelkiség árnyéka eltakarja a tudat fényét. Tehát olyan dolgokat szimbolizál számomra, szabadon tovább gondolkodva,
az elnevezés mentén, hogy a bennünk összegyűlt kollektív lelki árnyék megnyilvánul, és egyben el is takarja tőlünk a tiszta tudatosságot, a tisztán látást, a fényt, ami, ha visszatérek oda, emlékszel a legelején, azt mondtam, hogy a Neptunuszt úgy képzeld el, mint a köd. Mit várunk nagyon, hogy láthassuk a fényt, hogy világos legyen, hogy láthatóvá váljanak a dolgok körülöttünk, hogy megfelelő formában képesek legyünk tovább mozdulni. Egy ködben, egy nagyon nagy ködös állapotban sokszor lebénulunk, és inkább kiváró álláspontra rendezkedik be nagyon sok ember, mert nem mer megmozdulni. Ugye bizonytalan minden, nem tudjuk, hogy mi van a köd mögött. Tehát számomra az elnevezés is analógiásan hozza azt a párhuzamot, hogy semmiféle jelentős esemény nem történik úgymond véletlenül az életünkben, és hogy amikor valami láthatóvá válik és megnyilvánul, az mindig valami olyan, ami addig, emberiség szinten nézve, a kollektív tudattalamban ott volt. És így a halak korszakváltás leköszönésének intenzív periódusában a járványhelyzetek tükrözhetnek, hordozhatnak ilyen jellegű tanítást számunkra, ami segít bennünket mélyebbre fordulni a saját belső világunkba. Minden zárlat, bezárás, minden olyan külső intézkedés ebbe az irányba vezetett bennünket, akár tetszik, akár nem, befelé kellett fordulnunk, mert kifelé nem tudtunk. Tehát az életünk egy komplex rendszer. A járvány, tudom, neptunuszi módon egységélményünk. A Neptunusznak a legmagasabb szellemi aspektusában a kollektív együvé tartozás spirituális élménye van, a közösek vagyunk, együvé tartozunk. Csak különböző módon elkülönültnek éljük meg magunkat, de valójában mindannyian nagyon mélyen együvé tartozunk. A járvány, még ha diszharmonikusan is, tehát problémás módon, de ezt megmutatta, hogy bőrszintől, életkortól, intellektuális beállítottságtól, végzettségtől függetlenül összekovácsolt bennünket, összekapcsolt, nem tudjuk az életünkből a hatását kiiktatni ezekben az időkben, tehát egységélményt hoz, mintha tanítana is, üzenne számunkra ezzel a nem kívánatos egységélményen keresztül, hogy gondolkodjunk el azon, hogy egyébként hogyan is vagyunk egyek itt a Föld nevű bolygón, hogyan kell együtt lennünk, együtt működnünk, ha előre akarjuk mozdítani az élet keretét, tovább tudjuk vinni az emberiség életét a Földön. És egy nagyon friss kis idézetet raknék ide, hogy hoztam ide, ami Inger Andersen-től származik, múlt héten tette közzé az ENSZ környezetvédelmi programjával kapcsolatban, hogy a következő években állatról emberre átterjedő betegségek folyamatos áradatával szembesülhetünk, ha továbbra is kizsákmányoljuk az állatvilágot és károsítjuk az ökológiai rendszereket. A jelentés szerint mindehez a hús iránti kereslet növekedése, az urbanizáció és a klímaváltozás is hozzájárul. Na most ezek olyan szavak, olyan kijelentések és olyan kifejezések, amelyek globálisan mindannyiunkra érvényesek és mindannyiunkra hatnak. Jelen pillanatban van egy kollektív emberi krízis a járvány tekintetében, és mindig, minden életkorban a nagy járványok krízist generáltak. Lélektani értelemben a krízisnek kétféle kimenetele van, nincs több. Az egyik a regresszió, a visszafejlődés, visszaesés egy korábbi síkra, egy korábbi működésmódra, egy visszavetettség, és aztán újra el kellene kezdenünk onnan építkezni, vagy a befektetett megfelelő energia meghozza az erőfeszítéseink gyümölcsét, és képesek vagyunk megfejlődni, átalakítani saját magunkat, megváltoztatni a hozzáállásunkat, gondolkodásmódunkat, működésmódunkat, azzal a tartalommal kapcsolatban, ahogyan leginkább aktuálisan megszólít bennünket az élet. És ahogy ígértem,
szeretnék egy kis útravalót is adni. Bízom benne, hogy én itt több dolgot most megpendítettem, és hát nagyon-nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, ettől sokkal-sokkal több témát szedtem össze, de úgy gondolom, hogy így is már bőven hosszú ideig fenntartom most a figyelmedet, ha még itt ki tudsz tartani, és hogyha kitartottál, akkor úgy gondolom mindenképpen fontos, hogy a kis batyútba bele tudjam tenni szívemből jövő útravalót, ami, ha maradunk a neptuni analógiáknál asztrológiailag, ugye a Neptunus transzcendens planétaként 1846-ban, amikor fel lett fedezve, ugye a pszichológia is abban az időtájban született meg, és ugye nekünk is, mondhatom, lélektanilag fel kell fedezni, és aktív kapcsolatot kell ápolnunk a saját lelkünkkel, a lelki folyamatainkkal, tehát a biológiai, fizikai egészség és higiénia mellé oda kell tennünk az életünkben a lelki egészség, a lelki higiénia, ami a lelki egyensúlyunkat segíti. Mindjárt mondok ehhez néhány gondolatot még, jó? Tehát ahogy amikor a Neptunuszt felfedeztük, és azt tartja a szellemi hagyomány, hogy egy planéta akkor fedi fel magát az égbolton, akkor válik az emberiség számára megpillanthatóvá, felfedezhetővé, amikor az önmagában hordozott analógia beintegrálása már szükségszerű az emberiség életébe, és így a Neptunusz felfedezésekor bontakozik ki, ugye 1900-ra adja ki Jung az Álomfejtés című könyvét, tehát fokozatosan az 1800-as évek második felében alakul ki az a fogalom, jelenik meg, hogy lélek, nem csak fizikai valósága van az embernek, és aztán ide rakhatjuk a felfedezés korához a magyar Semmelweis-et, az anyák megmentőjét, aki ugye a higiénéről a kézmosás fontosságát írta elő, az orvosok számára így csökkentve a gyermekágyilázat, de a műtétekhez a megfelelő narkotikus szereknek a kísérletezése, felfedezése is. Tehát nagyon szépen hozza az a korszak analógiájában is az emberiség életében egy csomó olyan dolog megszületett, megjelent, amit úgymond a Neptunhoz kapcsolunk az asztrológiába. Tehát ahogy felfedezésekor a lélek megszületett, fontos ezekben a helyzetekben nekünk is aktívan a saját lelkünk felé fordulni. Ugye ezt hívjuk, ha rajta vagyunk, úgymond azon, hogy dolgozzunk saját magunkkal, nyitottak vagyunk a rejtett belső világunkban lévő motivumokkal összefüggésben, ezt hívjuk önismereti munkának, és képesek vagyunk az életünk történéseire önreflexív megtalálni, hogy mi a nekem szóló üzenet az aktuális helyzetnek, akkor könnyebben éljük át, vagyunk részesei ennek az időminőségnek, ami alól nem húzhatjuk ki magunkat jelen pillanatban. Tehát biztos, hogy megvan mindenkinek a saját életében beazonosítható a saját önmagamnak szóló üzenet, a nagy kollektív üzenet mellett. Jó? Hétköznapokban a jó lelki egészséget tudjunk fenntartani, szükségünk van melegségre. Ez egy pozitív kapcsolatot jelent önmagunkkal és a saját környezetünkkel is. Fenntartani a bizalmi viszonyt, a fontosságot, értékelni a másikat, kifejezni a hálát, odafigyelni a másikra. Tehát amitől lelki értelemben nem hideg, összehúzó, hanem sokkal inkább táguló, meleg érzelmi állapotokat tudunk átélni. Ebben benne vannak nagyon azok az örömforrások, amelyeket kereshetünk és megtalálhatunk magunknak. Nyilván különböző módon más és más, ami örömet tud hozni nekünk. Fontos az életünkben a stabilitás átélése, az állandóság. Bár lehet, hogy most aktuálisan köd van, most ezt tudjuk, ezt látjuk, de minden ködös helyzetben tudjuk, hogy kint süt a nap a köd mögött, és tudjuk azt is, hogy a köd nem tart örökké. Az állandóság, a stabilitás az életünkben, hogy tudjuk, hogy mi az, ami van, ami jelen van, fontos erre is figyelmet fordítani, és ami a hétköznapokban segít még jelen lenni, az egy egészséges ritmus. Kell egy jó ritmus, egy megtartó ritmus, hogy a tevékenységek meglegyenek, amelyek most alakulnak bennünk, ezek lehet, hogy később fogják meghozni majd a gyümölcsüket. De egy ritmusra szükségünk van, különben, ha nincs meg a saját életkeretünk, életritmusunk, életvitelünk, a napi rendre lebontva,
akkor nagyon könnyű elveszni ebbe a ködbe, ebbe a káoszba, és teret adni annak, amit az áldozat szerep körnél leírtam, a tehetetlenül sodródok egy szituációba. Fontos, értékes időszakról van szó a belső világunk tekintetében, és ahogy mondtam, a Neptunusnak ne csak a fizikai, hanem a lélektani és szellemi tartalmait is érdemes beépítenünk és fenntartanunk. Környezetünk felé megnyilvánuló segítőkészségben, ez nyilván nem csak az emberek felé, hanem az élő környezet, vagy adott helyzetben az élettelen környezet is néha segítségre szorul, hogy fent tudjunk tartani egy rendszert, működni tudjon egy munkahely, egy épület ne omoljon össze, nagyon sokféle dolog megtalálhat bennünket, tehát kell a segítőkészség, ugye a Neptunuszi vagy a halakkorszak fő ideája a krisztusi életútban ölt testet, ahol a segítségnyújtás, mondhatom, evidens, megkülönböztetés nélküli segítségnyújtás. Az empátia a Neptunusznak egy magasabb aspektusa, ugye ebből is fakad a segítő attitűd, a saját lelki munkánk és a spirituális vagy nyitás, ha nem voltunk eddig ilyen szemléletűek az életünkben, vagy a spirituális nyitottságnak a tartós és stabil fenntartása. És ha visszatérek a fizikai jelenséghez, a ködöt a szél tudja eltüntetni. A szél, mint friss szellemi áramlat, ugye valami frissesség, másfajta gondolkodás. Ugye mire hívja fel a figyelmünket minden krízis? Hogy másképp nézzünk rá, más szemüvegen keresztül az életünknek a keretrendszerére, és nagyon fontos ezt a fajta tiszta gondolkodásra való képességet fenntartani. Tehát tudnunk kell a realitást, hogy mi van, de jogunkban áll egy egészséges határt húzni számunkra, ahol nem vonja be a fejünket ködös zsongásként a statisztikákból fakadó mantrák sokasága, hanem legyünk jelen a realitásban, a hétköznapokban, tudjuk, hogy mi zajlik, de megtehetjük azt, hogy ezen belül a figyelmünket más irányba fordítjuk. A realitásra szükség van. Egy ilyen neptuni hatásban ugyanúgy benne van a spirituális menekülésre való hajlam és lehetőség, mint ahogyan mondtam, a fizikai eszközök, az alkoholizmus és az egyéb ilyen fizikai szerek függőségébe való belerekedés ugyanúgy benne van. Egyik sem kívánatos. Az életünk fizikai körülmények közé szólított bennünket, itt van dolgunk, ezért fontos számunkra a józan realitás, a megkülönböztető képesség gyakorlása, amelyre nem csak a fizikai valóságban van szükségünk, hanem egyébként a szellemi úton is. Tehát a materialista vagy gyakorlatias, mondhatom így józan paraszti észre a maga területén, az anyagi világban a hétköznapi síkon szükségünk van, de problémákhoz vezet, amikor az életet lecsupaszítjuk csak a fizikai dimenzióra, tehát ha az anyagi létsíkon kívüli területekre is megpróbáljuk a materialista dolgokat kiterjeszteni. Tartsuk fent a hármasságot, megtartva a fizikai világ fontosságát, megtartva a lelki világunk fontosságát, és megtartva a szellemiségünk fontosságát, a szellemi dimenziók evidenciáját. Nagyon fontos ebben a hármasságban jelen lenni. Nem raktam ide, de lehet jó lett volna, de biztos, hogy el tudod képzelni, és láttad már Neptunusznak a szimbóluma, az Poszeidon tengeristennek a háromágú szigonya. A háromágú szigony szimbolikájában a három ág ezt a hármasságot szimbolizálja. Tehát a járvány neptuni analógiája, fizikai szinten megjelenő, járványban megjelenő analógiája, egy magasabb síkon is megélhető, hogyha ebben a hármasságban képesek vagyunk gondolkodni, élni és tevékenykedni. Neptunusz a görög mitológia szerint Szaturnusznak, Kronosznak a fia. Az asztrológiában egymást egy kicsit kiegyensúlyozó elfként tartjuk fent, mert a neptunuszi analógia végtelen, határtalan keret nélküli tartalmakat hordozza,
ezzel szemben vagy emellett a Szaturnusz analógia mindig határt húzó keretek közé helyező és strukturáló energia. És fontos, ugye az atya Neptunusznak Szaturnusz, aki az érett szaturnuszi analógiát üzeni számunkra a fián keresztül, éljünk felelős életet a saját hatókörünkben. Tehát, ahogy sok-sok mondás mondja, nézzük meg, mi van a saját portánkon, a saját környezetünkben, és ott legyünk mi megfelelően felelősségteljesek. Ehhez kapcsolódik az önreflexió, hogy az, ami történik velem, annak a realitásával megpróbálok kapcsolódni. Elengedem azt, hogy én egy vétlen áldozat vagyok ebben a szituációban, az a hatás, ami engem kívülről megtalált, az valamit hordoz, valamit üzen, valaminek a megfejlődésére késztet. Álljak készen, és kezdjek párbeszédbe ezzel az elvvel. És ezzel, ne felejtsd el, kikerülünk az áldozat szerepből, hozzáférünk a saját rejtett erőforrásainkhoz, ahhoz a mély tartalomhoz, amelyről Jung, mint spirituális, transzcendens lelki mintázat beszél, ami segít bennünket látszólag kiúttalan vagy nagyon nehéz helyzetekből is tovább lépni. De ehhez szükséges az a szemléletmód, ami segít bennünket elkerülni vagy kilépni a dráma háromszöget. Ugye az áldozat szerepnek az a problematikája, hogy az egyén vétlennek érzi magát, és így el is határolódik attól, hogy feltegye a kérdést, hogy mi dolgom nekem ezzel a helyzettel, ami most problémát okoz. Így a kilépés kulcsa is ez. Ha fel tudom tenni a hozzám az életembe kopogtató analógiáknak, fel tudom tenni azt a kérdést, hogy miért jöttél, mit vársz tőlem, mire késztetsz, és ha elkezdek így együttműködni ezekkel az elvekkel, akkor sokkal könnyebben élek át fizikai szintű helyzeteket is, és hamarabb megtalálom a megoldást az életemben, bármilyen ködös és nehéz helyzetbe is kerültem. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, bízom benne, hogy tudsz ezekből az útravalókból meríteni, és azzal szeretnék elköszönni tőled, hogy szeretném, ha te is továbbadnád ezt a hármasságra való figyelmeztetést, hogy az életet ne szűkítsük le a fizikai tartományra, hanem mindig, minden élethelyzetben próbáljunk meg a hármasságnak megfelelően gondolkodni, hiszen ez az, ami előre fele tud vinni bennünket, és erőforrásokkal ajándékoz meg bennünket. Köszönöm szépen a figyelmedet!